A magyar kormány még 2011-ben hirdette meg a komplex telep programot annak érdekében, hogy csökkentse a társadalmi különbségeket a lakosság körében. A projekt keretében kistelepülések önkormányzatai pályázhatnak szociális bérlakások építésére és felújítására, valamint olyan képzések megvalósítására, amely a szegregátumokban élők foglalkoztatását segíti elő. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 20 település vesz részt a komplex telep programban. A kivitelezések a várt ütemben haladnak, ezeket a jövőben pedig egy együttműködési megállapodás is erősíti, amelyet az érintett községek vezetői írtak alá a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal szerdán Porcsalmán. A humán láb az gyakorlatilag mindegyik program, mindegyik településen folyamatban van. Nagy része az utolsó harmadba fordul, hiszen van egy pár, amelyik az idén zárul, de a nagy része 21, illetve 22-be is még egy-egy település át fog csúszni a zárást illetően. Az infrastruktúrális fejlesztéseknek jó nagy része már a befejezés ütemében tartanak, nem kevés településen már át is adtunk bérlakásokat, és ebben az a jó, hogy az önkormányzatok kezelik ezeket a házakat, az ő vagyonuk gyarapodott ennek köszönhetően. De ide kívánkozik az is, hogy a képzések elindultak a megyében. Több mint 2000 emberre készítünk egyéni fejlesztési tervet az önkormányzatok bevonásával, az ő általuk, a szociális munkásokkal közösen, és a bevont embereknek pedig olyan szakmai ismereteket és tudásokat kívánunk nyújtani, amelyel a piaci igényekhez igazodóan el tudnak majd helyezkedni. A házigazda Porcsalma polgármestere az eseményen elmondta, a település 400 millió forintos támogatást kapott a komplex telep program megvalósítására. Kanyó Imre hozzátette, a község lakosságának mintegy 35%-a roma származású, a programba pedig közel 400 szegregátumban élőt sikerült bevonnia az önkormányzatnak. A pályázatban igazából 32 fő lett vállalva, hogy szociális bérlakást építünk nekik. Ennek a pályázatnak az első része az 162, ahol szociális munkások dolgoznak, egyéni fejlesztési terveket készítenek a szegregátumban élőknek, illetve folyamatosan nyomon követik a életüket, fejlődésüket. Szintén nagy szükség volt a felzárkóztatásra Besenyődön. A településen hamarosan elkészülnek a szociális bérlakások. Összesen 8 új ingatlant vehetnek igénybe a legrászorultabbak. Laskai Tiborné polgármester beszédében azt emelte ki, a hátrányos helyzetben élők nyitottak voltak az új lehetőségekre. Ennek köszönhetően ugrásszerűen megnövekedett a foglalkoztatottak száma az elmúlt 3 évben. A képzés jelentős lépést jelentett, mert felzárkóztak és kihívást éreztek a képzésben résztvevő tagok, hogy magasabb jövedelemhez jusson családjuk. A jelenlegi pályázatunkban már lezajlott a köműves képzés, jelen pillanatban családi ellátó képzés folyik 24 fő számára, az elődnél a köműves képzésnél 28 főt vontunk be, ebből 23-an vizsgáztak le. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelenleg 125 szegregátummal rendelkezik. A magyar kormány a jelenleg futó pályázatokkal országosan mintegy 40, a megyében pedig közel 7 milliárd forinttal támogatja a mély szegénységben élők társadalmi integrációját.